Jelentős évfordulóhoz érkezett, nem csak a bánhidaiak, de a megyeszékhely számos közösségének életében fontos szerepet betöltő Puskin művelődési ház, amely 50. évfordulóját ünnepli idén, a hazai és uniós támogatásoknak hála immár megújult környezetben. A legfontosabb az, hogy a bánhidiek visszafoglalhatták a Puskint. Volt másfél-két év, amely a felújítással telt el, hiszen még az előző önkormányzati ciklusban elindult a ház külső felújítása, egy energetikai korszerűsítéssel, a népmesepont be tudott költözni. De szükség volt arra, hogy a második ütemben a belső terek is megújuljanak. Mikor azok megújultak, akkor pedig beköltözött közénk ez a járvány, a Covid járvány, ki kellett bekelni, és most jutott el oda a bánhidea közössége, hogy el tudja foglalni, föl tudják avatni a új parkettát, meg lehet nézni azt, hogy hogyan bírja a táncot. Én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb. Annak idején, 32 évvel ezelőtt, amikor döntenünk kellett arról polgármesterként a képviselőtársaimmal, hogy hogyan alakítsuk át a város közművelődési rendszerét, hogy legyen egy nagy városi művelődési központ, vagy a történelmi városrészek kapjanak lehetőséget arra, hogy saját kezükbe vegyék a saját kulturális életüknek az alakítását, akkor ezt az utat választottuk. Az akkori szlovák kisebbségi önkormányzati képviselő Izing Miskának a kérésének is eleget téve, és azt gondolom, hogy jó döntést hoztunk, mert onnantól kezdve még inkább aktivizálták magukat a helyiek, de úgy, hogy közben beengedték azokat a városi közösségeket is, amelyeknek átmenetileg nem volt hol meghúzódniuk és az aktív életüket élni. Tehát azt kell mondjam, hogy a bánhidiek nem csak őrzik a hagyományaikat, hanem egy befogadó közösség a város irányába is. Azt gondolom, elég sok mindenkinek vannak emlékezetes pillanatai a Puskinnal kapcsolatban. Nem tudom, hogy esetleg önnek van-e, akármint egykori polgármesternek. Igen, még azt megelőző időszakban a jazz táborok, a jó rock koncertek, P-Mobil koncert, és azok a közösségek, amelyek már a polgármesteri időszakomhoz kapcsolódtak, a Rosmaring táncegyüttes, fantasztikus, ügyes fiatalokkal, akkora lett újra zenekara Bánhidának, a bánhidai kisfúvósok, és összeállt tulajdonképpen az a kör. A fotósok is innen indultak, aztán országos, hogy mondjam, hódító útjukra, és ma is elmondhatjuk azt, hogy a tatományai gyökerekkel rendelkező fotográfusok, fotóművészek ott vannak az ország fotós életébe. Hát ezek az emlékek. Aztán volt egy-két, mondjuk úgy, hogy jó buli, én nem vagyok egy táncos lábú, de azért volt olyan, amikor engem is megtudtak itt táncoltatni. A térség országgyűlési képviselője, a város polgármestere, alpolgármestere és több képviselő is eljött, hogy a bánhidiakkal együtt ünnepeljék meg a ház 50 éves születésnapját. Mazalin Zoltáné, a Tatabánya Bánhidai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszöntötte a másfél száz vendéget, emlékeztetve arra, honnan és hogyan indult a Puskin. Simon bácsit kislánykorom óta ismerem, mert óvodáskorban is sokat jártam a Puskinban, nagymamám minden előadásra elvitt, utána pedig az iskolában Simon bácsi tanított minket. Énekzene szakos tanár volt, de mellette tanított egészségtanár, ami éppen esetleg hiány volt tanárokban. Simon bácsi mindenbe be tudott szállni. Egy végtelenül kedves ember volt, ismerte az egész falut, tehát a gyerekek szüleit is ismerte, és később ő volt a kultúrház igazgatója. Ugye ott működött tánccsoport, énekkar, és őneki óriási előnye az volt, hogy az iskolából ismerte a gyerekeket, és tudta, hogy kiket kell hívni a tánccsoportba, akik meg is maradnak, mert nagyon sokan kipróbálhatták, voltak, akiknek nem tetszett úgy, vagy nem voltak olyan szereplési vágyaik, de voltak, akik mindjárt. Én is úgy kezdtem a kis tánccsoportba, és később ötödikes koromba kerültem a nagyokhoz. Nagyon szerettem. Életem 10 évét itt töltöttem a Puskinba, és mondhatom, hogy életem egyik legszebb 10 éve volt. Hát az anyaság volt utána a másik, ami nagyon szép volt. Tánccsoport tagja voltam, és az énekkar tagja is. Nekem a szüleim és a nagyszüleim, sőt még a dédszüleim is tőzsgyökerek és bánhidaiak voltak. Szlovák nyelvet beszélték. Én is 3 éves koromig csak szlovákul tudtam, mert a dédnagymamával voltam otthon, szüleim a földeken dolgoztak, és
szépen beszéltünk szlovákul. Csak aztán, amikor az iskolába kerültünk, oroszt kellett tanulni, és a pedagógusok akkoriban nem igazán vették jó néven, hogy a gyerekek esetleg egy-egy szlovák vagy tót szót beleszülnek az orosz történetekbe, és bizony sokszor meg is szégyenítettek minket, hogy nem tótul beszélünk, hanem oroszul, és aztán nem is nagyon mertünk megszólalni, és ez úgy kezdett megkopni. Otthon a szülők is ugye mindig szlovákul beszéltek, de mi magyarul válaszoltunk, úgyhogy mostanára oda jutottunk, hogy az irodalmi nyelvet nem ismerjük, mert nem tanultuk. Írni, olvasni nehezen, de most már nem fogjuk tudni megtanulni. A nyelvtan az nagyon nehéz, a szlovák nyelvtan. Van egy ilyen kurzusunk, hogy a szlovák tanárnő a szlovák gimnáziumból Budapestről jár le hozzánk. Ez a korosztály, ugye 70-esek lassan, de nagyon jól érezzük magunkat, hiszen itt együtt jártunk iskolába, egy-két év különbséggel vannak nálam idősebbek, fiatalabbak, úgyhogy most a szlovák önkormányzat révén megint sokat vagyunk együtt, sok programot szervezünk, próbáljuk a hagyományokat átörökíteni a fiatalabb korosztálynak, a gyönyörű énekeket, a táncokat, de ugye egyre nehezebb. Most már hát a Bánhidának megvan a maga trianonja, mert szétbombázták. A lakosságnak a fele elköltözött, mert ugye a házaikat lebontották, és így nagyon megcsappant a szlovákot beszélő emberek létszáma. Sokan kertvárosba mennek, vagy esetleg a környező falvakba, és igen nehéz feladat nekünk az, hogy ezeket a hagyományokat át tudjuk örökíteni. Ezért hoztuk létre szlovák önkormányzat a honlapunkat, a banhida.hu-t. Azon minden eseményt rögzítünk. Fellépni általában itt a faluba, neves ünnepeken léptünk fel, utána később pedig az ország szlovák lakta vidékein léptünk fel. A Szlovák Szövetség nagyon felkarolt minket, mert mondhatom, hogy talán mi voltunk az ország legjobb szlovák közössége, akik komplett műsort tudtunk adni zenéből, táncból, szólókból, színjátszót, körből, mindenből, és nagyon szép műsorokat adtunk, nagyon nagy sikerünk volt. Minden évben jártunk egy hetes turnékra, ahova elkísértek minket a Szlovák Szövetség dolgozói. Itt megemlíteném a Lami Pista bácsit, aki püspök 60-i volt, de a Szlovák Szövetségben dolgozott, nagyszerű néprajzos volt, sajnos már nem él. A másik pedig a Majnek Attila, ő volt, aki kísért minket ezeken az utakon. Nagyon-nagyon jó hangulatú utak voltak ezek, az idősebbek, mi ugye fiatal lányok meg fiúk, mindig a busz hátuljába ütünk, az idősebbek meg elől, és mindig énekeltek, és annyi éneket tanultunk meg tőlük, de én a szüleimtől is sokat. Édesapám nagyon dalos kedvű volt, gyönyörű szép hangja volt, és az édesapám édesanyja, tehát a nagymamám, és a nagymamámnak a bátyja, a Zsombók Józsi bácsi, akinek saját fúvó, 16 tagú fúvós rezes bandája volt itt Bánhidán. A neves ünnepeken, a Puskinba, a kocsmákba, a májfa állítás, májfa döntés, búcsú, szilveszter alkalmával mindig játszottak, teltházzal működött mindig a Puskin. Most jelen pillanatban a szlovák dalkörnek hány tagja van, illetve milyen gyakran tudnak együtt énekelni?
Hát a szlovák dalkörnek jelenleg 14 fő női tagja van, és 7-8 fő, attól függ, ez ingadozik, férfi tagja van. Országos viszonylatban is kevés az ilyen énekar, ahol ilyen nagy létszámú az énekar, és különösen ennek a csoportnak az az erőssége, hogy férfiak is énekelnek a kórusba, és így az összhangzás nagyon jó. Gondolom azért legelső, én ugye még nem emlékeztetek arra, hogy milyen volt a nagyon régi Puskin, viszont erre a helyre már emlékszem, és hát nagyon érdekes volt egyébként vissza belépni ide, amikor felújították. Hát mennyivel másabb lesz ma a bál? Annyival más, hogy nagyon megkopott a tánckar, a volt tánckar, meg az énekarból már senki nem él az idősebbek közül, csak az én korosztályom, de ugye mi is most már 70, de vannak, akik 70 fölött járnak, de hangunk sem olyan már, mint 30 évvel ezelőtt. Éppen hallgatom a régi kórus felvételeit, annyira szép hangjuk volt akkor, de 40 évesek voltak. Mi most ugye 30 évvel idősebbek vagyunk, már nincs olyan hangunk. Nagyon akarjuk és nagyon csináljuk, de azért aki ismerte ezeket a dalokat, meg a kórust, az érzi a különbséget. Ezzel nem akarom a mi tudásunkat kicsinyíteni, de ez így van, ezt be kell látnunk. Hogy gondolja, hogy esetleg a jövő generációját mennyire érdekli most ez a fajta, akár tánc, akár pedig a dalkör? Igen. Na most ugye van egy filmünk, az Emlékező Bánhida, és ott a narrátori szöveget a múzeum igazgatója Gabika mondta, és ott megkapott engem egy mondat. Azt mondta, hogy a hagyományokat azt tudja átadni, aki át is élte. És ez nagyon nagy igazság. Mert például az én gyerekeim is ugye érdeklődnek, hogy mi volt, hogy volt régen, de mivel nem élték át, nem is tudom, hogy fejezzem ki magam, és ez nem csak őrájuk, hanem az egész korosztályukra, ugye a mi gyerekeinkre vonatkozik, hogy nem tudják a nyelv, nem ismerik a nyelvet. Ugye a Jókai iskolába oktatják a nyelvet a kicsi gyerekektől kezdve, de a felső tagozatra megkopik a létszám, mert minden szülő arra orientálja a gyerekeit, hogy tanulj angolt, meg tanulj németet, vagy nem tudom én mit, ne a szlovákot. Pedig a gyerekek eleinte nagyon szeretik, mert mondókákkal kezdik, és rendkívül jó szlovák tanárok vannak az iskolába. Hát egy-két gyerek eljut oda, hogy mondjuk Pozsonyba tanul az egyetemen. Kettőről tudok, aki így tovább jutott. Ha jó tanulók elmennek a Bárdosba, a 8-osztályosba, ugye akkor már kiesik. Az énekari utánpótlást meg tőlük várnánk, akik valamennyire ismerik a nyelvet, hogy énekelni is azt tudja igazán, aki érti a szöveget. Ugye meg lehet tanulni, mindent azt mondják, de aki érti a szöveget, az már szívből tudja énekelni ezeket a dalokat. A Puskin Művelődési Ház mai épületét 1970. november 7-én adták át. A tavalyi pandémiás helyzet nem tette lehetővé az ünneplést, így 2021. augusztus 23-án sikerült megemlékezni a jeles eseményről. Az épület az akkori igényeknek megfelelő korszerű, minden helyi művészeti csoport befogadására alkalmas. Művelődési házként és könyvtárként épült fél évszázaddal ezelőtt. Igazából nekem... Én csak tudtam, hogy Puskin. Én nagyon sokáig otthon voltam a gyerekekkel, mert 4 gyermekem van, tehát hogy nem erre orientálódott a mi jövésmenésünk, de amikor ugye belecsöppentem ebbe a világba, és megtudtam, hogy a Puskin micsoda múltja volt, és akkor így sajnált az ember, bár nem sajnálja, hogy otthon volt a gyerekekkel, de hogy milyen élmények, milyen rendezvények, micsoda hagyományok, voltak itt. Tehát ez valami fantasztikus, hogy milyen összetartó közösség van, meg volt itt. És hát ezt olyan jó lenne újra kicsit feléleszteni, mert hogy most, hogy megújult a környezet, ez már a mai modern kornak megfelel. És ugye a régi jó volt, tényleg használták, és teljesen otthonos volt, de azt gondolom, hogy ez is egy élhető. Én azt szerettem volna, amikor, hogy milyen legyen a belső, mert szerencsére volt
segítség, illetve egy belső építész, Szent György Lina álmodta meg, és együtt beleszólhattam ebbe az egészbe, hogy ilyen visszafogottan elegáns legyen, aholva nem kínos bejönni, hanem bejössz, és akkor jól érzed magad. Tehát, hogy én annyira szeretném, hogyha a többiek is így jönnének be. Beszéltünk már múltról, jelenről, és egy picit nézzük a jövőt is, hogy most elkezdted mondani, hogy mi az, amit szeretnél, milyen tervek vannak, de egy kicsit bővebben, hogyha kifejtenénk, mert egyébként például egy kiállítást is láthatunk itt. Igen, ugye az egész felújítás ugye három részből állt, de az egyiknek a része volt, hogy valami funkcióbővítés kell. És a funkcióbővítés, ugye volt nálunk régen egy kiállítási tér, de hát az már elavult, így és akkor kitaláltuk, hogy a régi ruhatár helyén egy új kiállító teret, a Bánhidai Kis Galériát, mert hogy ez lett a neve, kialakítjuk. És azt gondolom, hogy Bánhidához kapcsolódó művészeket szeretnénk ide hívni, és ugye ez egy jó kis hely, egy családi, egy baráti, egy nem nagy, mindenki nagy művész, tehát aki alkot, az gyönyörűséget alkot. Csak kinek tetszik, kinek nem tetszik. Szóval, hogy kiállításokat szeretnénk, meg hát ugye a nagy terem itt, hogy mindenre alkalmas, azt gondolom, hogy bármilyen konferenciák, rendezvények, előadások, színházi előadásokra, akkor a kertünk is gyönyörű, tehát ott ilyen zenés estéket rendezünk Bánhidai Limán Ádé néven, és azt gondolom, hogy határtalan az, hogy mi lehet még itt. Sok klubot szeretnénk, délelőtt tornákat, ugye régen is volt, most újra szeretnénk a tornákat. Ugye a népmesepont, amit babamamáknak, de nem csak babamamáknak, csoportoknak, hogy jöjjenek és használják ki a házat, és ők is élvezzék. Azóta számos rendezvénynek adott már helyet a megújult Puskin Művelődési Ház. Na szíleszkej veži dva holubky sedia. Na szíleszkej veži dva holubky sedia. Ludzie im zavidia. Ludzie im zavidia. Že sa radi vidia. Ludzie im zawidzia, ludzie im zawidzia, że sa radzi widzia. Ej, ludzie, preludzie, nie zawidźcie, że im. Ej, ludzie, preludzie, nie zawidźcie, że im. Však je to pekná vec, však je to pekná vec.
Többszörös értékelésről van szó. A Liget projekt részeként felismerült a kérdés, hogy hogy kell a Liget projekt a komáromi erődbe. A gipsz gyűjtemény révén, amely évtizedek óta nem volt látható, rendkívül rossz állapotban kallódott, hányodott számtalan raktárban. Ez a gipsz második gyűjteményünk több száz darabos bemutatja a szobrászat fejlődését a legnagyszerűbb szobrokon keresztül, az antikvitás korától, görög-római időszaktól egészen a reneszánszig. Ennek helyet kerestünk, a Szép Műszer Múzeum megújult, éppen 3 éve nyílt meg újra a nagy közönség előtt, és itt a Komárom erődrendszer egy másik részében volt nagy rendkívül rossz állapotban raktározva, és mikor bejártuk ezt a vidéket, rájöttünk, hogy ez a legalkalmasabb helyszín. Ennek a felújítása tehát egy rendkívüli értékőrzés jelent és megőrzést, valóban műemléki igényessége újult meg ez a különleges erőtér, és nagyszerűen befogadta ezt a szobor gyűjteményt. Közben zajlott több száz gipszmásodnak a restaurálása, hogy a végén egy különleges kulturális tanösvénynek helyet adva tulajdonképpen egy nagy időutazásra legyen lehetőség, kulturális időutazásra. Ebben a műfajban a gipsz a gyűjtemények között a világ legjobb intézményeivé emeli ezt a csillagerődöt. Biztos, hogy rendkívül népszerű lesz úgy az iskolás csoportok, mint a családok között. Az épületnek az átadás az majd másfél évvel ezelőtt megtörtént, de hát egy hatalmas munka volt a kiállításnak a rendezése. Ezek a nagy köztéri szobrok, amiket itt láthatunk, a Gattamelát, tehát a Colleoni, az egyik Velencében van, a másik Padovában, ezek köztéri alkotások, és ugye azért süllyesztettük azt a teret 4 méterrel, hogy a érkező szintjén a szobrot lássa az érkező, ne a talpazatot. Budapest felett
ez az első olyan hely, ahol síkterület van a Duna mindkét partján, tehát átkelésre alkalmas, stratégiailag nagyon jelentős terület. Amikor én először voltam, akkor egy akát sarjerdő volt ezen az egész erődrendszeren, amelyik fölött egy 3-4 méter vastag földfeltöltés van a lövedékek fölfogására. És hát tele volt vízzel, elképesztő, hogy ugye ez zöldségraktár is volt, káposzta savanyítóként fejezte be a földi pályafutásának azt a korszakát, és egy óriási öröm volt, hogy foglalkozhatunk egyáltalán ennek az erődnek a megújításával, és miután közvetlen kapcsolódási szál volt, a Szépművészeti Múzeum rekonstrukcióját is én terveztem a stúdióbeli munkatársaimmal, hogy ezt a pazar Lipszmársal a gyűjteményt meg tudtuk menteni, amelyik világszerte párját titkítja, és nagyon nagy jelentősége van, hogy egy magyar iskolás gyerek a Milói Vénuszt, vagy a Haldokló Gallust, vagy a Laokon szoborcsoportot itt láthatja teljes valóságában, életnagyságban, eredeti állapotában. Úgy látszik, hogy az őszök mindig a nagy átadókról szólnak Komáromnak az életébe, történetébe, hiszen ha visszaemlékszünk, tavaly szeptember 17-én, szeptember közepén adtuk át az új Dunahidat, a Monostori hidat, most pedig rá egy évvel itt állunk a Csillagerődnek az impozáns falai között, és hát aki itt végig fog jönni, az azt fogja mondani, amit mi: elképesztő, lenyűgöző, pazar, hihetetlen, tényleg csodálatos létesítménnyel gazdagodott. Én azt gondolom, nem csak Komárom városa és nem csak Magyarország, hanem az egész közép-európai térség, hiszen a látogatókat fogjuk majd várni ide, erre a gyönyörű szobormásolatparkba, amit tegyük hozzá, hogy ezen túlmegy, hiszen egy kulturális központ is lett egyben, hiszen előadóterekkel, konferenciateremmel, étteremmel, mindenféle olyan fontos dologgal, ami fontos egy mai európai szintű létesítményhez itt megtalálható. Köszönet érte Bán László miniszteri biztos úrnak és miniszterelnök úrnak is, hiszen azok a szobormásolatok, amelyek itt kiállításra kerülnek, ezek részben a másik erődünkben, az Igmándi erődben voltak raktározva, részben Tatán volt egy kisebb része bemutatva, és a Szépművészeti Múzeumban is, a román csarnokban még annó ezek tárolásra kerültek, és hát kellett egy olyan helyszín, ahol ezeket tényleg a maguk gyönyörű látványába be lehet mutatni, és adta magát, ha már Komáromban amúgy is vannak itt a szobrokból, akkor legyen Komárom és a Csillagerőd ennek a helyszíne. Ez egyébként egy jó példa szerintem mindannyiunk számára, hogy a komáromi erődrendszer, amely reméljük hamarosan a világörökség részét fogja képezni, hogyan tudunk funkciót találni ezeknek a létesítményeknek. Élnek az eszmék. Az eszmék tovább élnek. Tovább élnek az értékek megbecsülésében, örökségünk megőrzésében, és most a Csillagerőd megújulásában. A fegyverek rég elnémultak. Az egykori raktárakból eltűnt a lőpor utolsó nyoma is. De ez az erőd ma újra őrtorony és bástya. És mostantól a Szépművészeti Múzeum Európában is párját ritkító másolat gyűjteményének őrhelye. A felújított erőd védi majd, amit falai közé gyűjtünk. Védi, amit megőrzésre érdemesnek tartunk. Amit megmentünk az utánunk jövőknek. A Csillagerőd műemléki megújulása és kibővítése ilyen megnyert 21. századi csata. Győzelem a romok, a felejtés, a pusztulás felett. Köszönet illeti mindazokat, akik megnyerték Komáromnak ezt a csatát, és földjéhez, várához, vitézeihez méltót alkottak.